Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit a Parallaxisban. Most egy ilyen kulissza videó fog következni, ugyanis az előző adás, amit rögzítettünk az Interstellar csillagok között című filmről, ott az én hangsávom valamiért nem rögzült, ezért hát az én hangom nincsen meg, úgyhogy keletkezett egy ötoldalnyi szöveg, az eredeti leírata a biztonsági rögzítés által, ami hát arra jó, hogy legalább megvan az, amit mondtam, de arra semmiképpen, hogy azt minőségileg adásba tudjuk keverni, szóval azért készül ez a videó, hogy megnézzétek, hogy készül ez a utószinkron saját magamra a Parallaxis Podcast 67. részéhez. Az Interstellar című filmet beszéltük ki Klaudiával és Miklóssal, viszont mielőtt belekezdenénk, jöjjön egy kis random macska. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Parallax, és 67. része a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Jöjjön a film, amit már rég... Sok szeretettel... Pöcök! Az Interstellar csillagok között című mozi... bazd meg! Sok szeretettel üdvözlök minden... magyar felirattal, illetve ugyancsak patronálink számúan arra látszáig, hogy az számúja picsápja... Kus, macska. Aki látta a filmet, annak is. Sok szeretettel. Üdvözlök mindenkit, ez itt a Parallax is. Tehát neki nem nehéz megfeledkezni, hiszen ő nagyon rövid ideig életünk filmjében, a most játszódó jelenetekben leszámítva... Cst, pöcök! Sok szeretettel üdvözlök. Azt, hogy a... De hát neki nem nehéz nem megfeledkezni, hiszen ő nagyon rövid él. A 2001 űrod üsszelje, amiközben a Földön sok-sok évtized telik el. Matthew McCann számtalan Parallaxisban, de dokumentumfilmek tucatjaiban került már elő a gupi lepedő. De hát neki nem nehéz meg... Pöcök! Pöcs! A spagettizálódás. Ezen a Gargantuának keresztelt gravitációs kúton keresztül pendítik meg szereplőink az idő és térdimenziók húrjait. Hát ezt elmondom újra. Került már elő a gumilepedő. Jön az elmaradhatatlan kérdés. Június 26-án ő lesz a Parallaxis évadzáró. Felírjuk a naptárba. Számtalan Parallaxisban, de dokumentumfilmek tucatjaiban került már elő a gumilepedő. Wildszem podcastünk első adása is, amelyben az 1984-es az utolsó csillagharcos csá. Illetve ugyancsak patronálóink számára már elérhető a Pöccel! De mivel véget ért a műsorunk, nem is kell kell a filmről. Számtalan Parallaxisban, de dokumentumfilmek, illetve ugyancsak patronálóink számára már elérhető a július 7. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de amilyen nehéz ez a film, olyan nehéz is erről beszélni, de véget ért a műsor, úgyhogy nem is kell erről a filmről többet beszélni. További kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne feledjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!